Ismét üdvözlök mindenkit nagy szeretettel, ez itt a Morrowind végigjátszásának soron következő epizódja. Az utolsó részben ugye ott hagytam abba, hogy elindultam, hogy a többi törzsnek is bizonyítsam azt, hogy én vagyok Nerevar. Én utam közben ugye, útközben beugrottam pár helyre, mint egy-két ugye hasonló random dungeon. Balmanában voltam, ugye eladtam, lerakottam a cuccokat, felszedtem egy íjat, ami gyanús, hogy quest item lesz majd a törzsekhez. Illetve most megtaláltam egy újabb dungeont, Esutanamus Shrine-t, egész pontosan, ugye belesek, hogy mi van itt. Szép nyugi zene belül, de hát mindjárt nem lesz ilyen nyugis a, így van, a helyzet. A másik. Észesebbet a sarokban, az úgy egész jó. Az érzékelés mester, ugye? Ahó! Na, majdnem elnyomott egy spellt, mire meghalt, szuper. Art of War Magic, na. Ezt a könyvet el kellett volna olvasni, barátom. És akkor lehet, hogy legyőztél volna. Itt a igen. Háború. Háborús mágia művészete, ugye? Nem a háború művészete. Na, és én tanultam is belőle, tessék. Már megérte. Belelapozgatni. Csapdás ajtó. Nekünk erre is van megoldásunk. Így van. Nem az ilyet elfippeltem, az érdekes lett volna. Ó, oh, újabb. Shrine. Ó, oh, van mások, oké. Nem tudtam hirtelen ki a számom, meg ki a karakter éppen. Grand Solium az már jöhet. És töltöttem már a part 2. Hát... dobjuk be. Na, ebből is tanultam valamit. Mikor a Restoration az nem is rossz. Az bizony nem is rossz. Az nekünk ugye pont hasznos. Hát ez annyira nem. Na, Exquisite Ring. Ezt már nevezem. Ezért fel se kéne már vennem a sima expenzívet, csak ezt az Exquisite-et. Egy csapdásláda. Gondolom még egy csapdásláda. Még zár is van rajta, igen. Ez meg össze az oltárt. Nem lehet beszélgetni. Na? Történt valami? Aha. Soul Trip-en vagyok, az jó. Nem látok semmit. Na. Ezt nem szeretném én, mikor így megtorpalom. Szuper, meg is van a Soul. És egy Daedric Shores Sword-ot viszem, én nem rossz, de nagy tömege miatt nem cipelgetjük. Hát akkor lássuk rá. Dákat. Nem ragadok be a pályába, igen. Na. Nézzük a csapdálatás tanítást. Ó, de hülye vagyok. Persze, ekvipelem és rossz gombot nyomok. Jól van, semmi gond. Ügyes volt. Hát, ezek már nem kellenek. Egy márk. Hát, dobjuk be. Az még legalább hasznos, hogy használ valamit. Igen, most ott nyomtam, szuper. Ezeket az ide-oda ekvipelgetéseket, ezt annyira hamar megunja az ember. De hát ez van, nincs mit tenni. Extra vagáns gyűrű, az jöhet. Szerintem ebben nem tudnak semmit, úgy érzem. Hát... Hát nem. Ha már gondolkodom rajta, akkor ne vigyük el. Van már egy kacat nálunk. Kacat idézi adló, ugye? Hát azért nem rossz cuccok. Itt sem, meg a két kis házamban sem. De hát ugye itt az értékek, illetve a prioritások, meg hát valóban az értéke is a cuccoknak, azok ugye elcsúsznak egy idő után.
valamilyen szinten, mert tényleg felszerelte magát az ember, akkor úgy nem igazán kapja fel a fejét, csak a legeslegjobb cuccokra. Na nézzük csak, tehát kb. Arra kéne menni, és pont szóval egy dungeon, de nagyon jó. Iszadtam a dungeon mellett, nem is figyeltem. Ez igen. Nézzünk be gyorsan. Nagyon jó. King Shun, érdekes név. Nem kezdeni kell asszociálni. Na. Hoppá. Nézzük csak. Hát... annyira nem. Oh. Na. Hát annyira ez sem hat meg, mert út. Úgyhogy még egy valaki. Na, a Master's Lockpick és próba az bizony jöhet. Azt jó sejtettem. Ő sem beszélget, hát akkor nem várjuk meg, amíg elkezd küzdeni. Journeyman az már nem egy nagy cucc, hagyjuk. Nézzük, hogy jó. Oh. Azért meg akad egy-két értékes cucc, hanem is a legértékesebbek, de... Frost Damage, Damage House... Hát... Dragon Claymore... Igen, ezek megint csak ilyen... Nem lenne rossz, nem lenne rossz. Ha mondjuk level 5-ös 10-es lennék. Egyszerűen itt már. Érdekes ez is. Nem rossz kis restore ez, mert végés egy potiont úgymond helyettesít, ha úgy veszem. Mindegy, legyen. Csapdás ajtó. Mögötte gondolom, hogy a rabok. Vagy szabadok, ha jó nem. Ó, mi csináltam? Jó, megint össze-vissza bénázott, mindegy. Még ebből látszik, hogy igazából nagy szerep már nincsenek. Hát jó, nem rabnak tűnik, úgy látom. Arról már még nem döntöttem el. Ő se, oké. Okay. Szinte tudta, hogy róla beszélek, rögtön rám ugrott. És én még ezeket akartam megmenteni. Szép. Na. Ennyi? Na, ezt mondjuk. Wow. Most egy restore-ok azok mindig jól jönnek. Tegyük el azt is. Ezt a részre nem ismét nőtt, ez jó. Oké. Az nem volt. Hoppá! Igen, ez lesz a keményebb dió. Ezt fel is kell törni. Első teljesítve, második... is teljesítve. Az jó is jöhet is. Meg volt. Oké, és akkor még volt egy irány, amerre nem mentem el ugye ott az előbb. Nézzük csak meg erre, ugye? Így van. Itt senki nem barátságos. Nem tudom miért. Igen, majd megkérdeztem magamtól, van ott még valaki, de úgy látom, hogy igen. Kitin Tower Shield. Nem néz ki rosszul, de az nekünk gyenge. Ha Tief lennék, akkor ez lehet, hogy érdekelne is.
Neki sem vagyok elég barátságos. Hát akkor ez van. Wow, egy Master Alchemia set. Ez nagyon szuper. Nagyon nem emlékszem már, megmondom őszintén, nekem miből volt Master meg Grandmaster. Azt sejtelném, hogy azért... Hát, tömeg miatt ugye megint csak... Na, hagyjuk is, nem hiszem el. Azon akartam, hogy vajon kellhet neked, de megmondom őszintén, ha nagyisten tényleg alkimiázni akarnék, majd egyszer oda jutok. Hát, annyi pénzem, megveszem a kiteket, vagy... Ugye, akkor most utána nézzük, hogy hol lehetne venni, de nem hiszem, hogy... Annyira rá akarnék erre gyúrni, megmondom őszintén. Mert hogyha szintépéshez kéne, akkor meg akármilyen kit jó hozzá, tök mindegy. Ugyebár. Lényeg, hogy csinálják valamit. A szemmalakat szeretjük. Hellfire-t szeretjük. Valaki Battleaxe-t nem szeretjük. A pénzt azt persze szeretjük. Hát... Most videóban gondolkodtam, de inkább hagyjuk. Szépek meg csillognak. Ó, csillognak, villognak. Ah, 50-es levitáció fél percre. Na ez már... Jól akartam, hogy azok szépen csillognak, de nem olyan erősek. Na hát ez mondjuk nem rossz. Gyengeségek még gyengébbek, ez a frost damage még elmegy. Egy perces láthatatlanság, azt már elvisszük. Na. Azért volt egy-két nem olyan rossz cucc. Scrollokból jól felpakoltam. Az majd akkor fog egyszer jól jönni, hogyha nagyon nem lesz vanám és sorokba leszek szorítva, azért tudok varázsolni majd legalább. Az egy előny, meg hát ugye van permágia azért, amit nem tudnék én magam elvarázsolni, vagy legalábbis nem olyan jó. Úgyhogy haszna az mindenképpen lesz. Na és most már oda kéne tényleg érni a táborba, vagy legalábbis elindulni első körbe, aztán igen, majd egyszer odaérni is. Most nagyjából jó irányba megyek, oké. Okay. Igen, táj az ismerős, én szerintem itt rohantam be a random dungeonbe. Itt találtam az íjat. Van egy tábor tűzben, nem tudom, hogy ez a tábornak tűnik. Igen, azért valami lehet itt is azzal, hogy hozzám igazítja a szörnyeket, vagy nem, hiszen ez a Winged Twilight, ez szerintem a korai tájékon nem bukkan még fel. Vagy a távolságra jöttem annyit, és itt már vannak, mert tényleg ez azért figyeli a szintemet is. Egy-két ilyen random szörnyel. Na. Rabló vagy quest? Rabló vagy quest? Mert hogy nem ő Witch. Détra Lordnak esküdött fel, cserébe ezt nem ezt kapott, oké. Bad Détra and Daedric Summoningsról tud mesélni egy kicsit, ha érdekel. Hát mivel olyan cool szót nem tudok kiválasztani, ezért itt tűnik, akkor mégsem fog mesélni, nem mindegy. És akkor mi jön már mögöttem? Jaj, ugye 50 km ott ugrál a kukasz, meg megy a bogár. Hol láttam? Apa, ott megy. Na, persze. Jó, ugráljatok tovább. Mi volt? Csak szerencsétlenkedjetek. Úgy tűnik, ennek már nem tudom elrakni a lelkét. Szomorú. Szomorú vagyok bizony. Na, talán lemaradtak a hódolóim, követőim. Oké, elvileg most már lemaradtak. Jó. Szerintem, hogy most már itt lesz a tábor elvileg. Így van. Nem érdekel, mi utánam, ott mi van? Jaj, meg ott is mi van? Ne. Itt már jártam szerintem. Pont erre mentem el, amikor az íjat is felmarkoltam. Jó tippem. Vajzumenzi úrta, ja.
Kezdjük mondjuk itt. Hello, én vagyok Nerevalin. Törzsről kéne inkább beszélnem. Ja, azt mondja, hallottunk pár plegykát. Néhány Outlander azt mondja, hogy ő Nerevalin. De te menj az Outlander? Mit mondasz? Érdemesen utasítom, vagy elmesélem a sztorimat és megmutatom a bizonyítékokat, meséljünk. Ó, hát ez mindig az. Ez nagyon érdekes gyűrű. Ez is része a történetednek Nerevalról. Ugye a Moon and Star gyűrű. Senki nem viselheti ezt, csak Nerevar maga. Beszélj Ashkan Kaushaddal, gondolom ő ugye itt a törzs vezetője. És hát ő nagyon kíváncsi erre az Outlanderre, ugye aki azt állítja, hogy ő Nerevarin. Aki most jelenleg ugye úgy néz ki, hogy én vagyok. Ja. Lényeg, igen, ugyanaz, menjek oda, aztán törzsfővel kell dumálni. Nem érdekelnek a utána repkedő kis bogarak, sem a Cliff Racerak, sem meg semmik se. Na, dumálgassunk. Nerevar proféciák, így van. Nerevarin. Hallottuk a plegykákat. Tudjuk, hogy te lennél az, az Outlander, ugye, aki azt állítja, hogy betesíti a Nerevar proféciát, de taníts minket, Remalszar. Hogy lehet egy Outlander Nerevarin? Terelem a témát, vagy pedig elmesélem a sztorit és megmutatom bizonyítókat. Megmondom. Igen, és megmondom, és megkérem, hogy nevezzenek Nerevarnak. Oho! Már elnézést! Nem gondolt, hogy ugye illetlen lennék, na de komolyan. Elégszed te magad egyáltalán ezt az egész történetet? Nevezz sértésnek, de el kell ismerned, egy Outlander vagy, teljesen itt ugye ignoráns a mi útjainkra, meg a mi életünkre, stb. Hogy lehetnél te a mi háborús vezetőnk, ugye ez a Nerevarin, ugye az lenne és minden törzsnek. Hogy is lehet, hogy választotta téged bárki is a törzsből, ugye vezetőjéül, vagy hogy követed a téged? Meggyőzzem, vagy pedig kérek egy feladatot, kérek egy feladatot. Nagyon jó. Azt mondja, hogy egy vámpír, Calvario, Narano Ancestral tomba vetette meg a lábát, és ha úgy gondolom, hogy én elég kemény vagyok, akkor bizonyára könnyen el tudom intézni, megvan a feladatom, most pedig akkor mehetek is. Nem nagyon bízik benne, gondolom, hogy legyőzném. Halott. Oké, nos, lehet, hogy tévedtem. Talán te vagy Nerevarin. Oké, szóval megölt egy vámpírt, Calvariót. Aha, oké. Boldogan elismerem, hogyha úgy van, hogy te vagy Zaina, vagy Nerevarin, de... tehát, hogy, ha jól tudom, hogy van egy ilyen szokás, ugye, hogy egy tisztelt jelül egy ilyen bőkező ajándékot adunk a másiknak. És mivel én egy külhoni, vagy nem tudom, ilyen Outlander vagyok, ugye nem ismerem ezeket a szokásokat. Úgyhogy megnevezi, hogy mit szeretne ajándékul, csak hogy megkönnyítse a dolgomat. Egy nagyon nemes származású, nem tudom milyen über születésű telváni nőt, ha jól értem. Nagy csípőjét, aki jó sok gyerekáldást hoz majd meg, stb. Fú, de jó. Nem lesz könnyű, nem lesz egyszerű. Azt hittem elég odaadni az íjat, de lehet, hogy nem úszom meg ennyivel. Hol fogsz ilyet találni? Egyszerű. Meg kell látogatnom az ilyen telváni urakat, ugye, és hát szólni nekik, hogy Ashkan Kaushad, a Zainab, nem tudom kicsoda, ugye ő az a neptörzsből szeretné elvenni a lányukat. Mert az olyan eltűzik, hogy csinálom fel, hogy te kell fülönni, de ott a szuperben choose from me, the finest taken, so a wise woman, aha, jó. Vagyis nem jó, de hát most alát kell keresni a törzsfőnek, marha jó. Nem annyira élik bele az Uber Quest. De hát lehet, hogy tovább kellett volna győzködnöm. Most már mindegy, aztán úgyse győztem volna meg. Első körben, persze, hogy szeretne magának is fajtani volna hasznot az egészből. Hát reméljük, a wise woman ezt tudja, hogy kit kéne keresnem, ugye random telvány lordokat nem akarnék zargatni, megmondani őszintén.
Tanácsot kértem, lássuk, azt mondja. Kaosod egy telváni feleséget akar, ugye? Hát igen, nem vennél egy igazi magasrangú telvenni, tehát nem menne hozzá, de van egy terve. Menj a barátomhoz, Savil Imainhoz, vagy kicsodához. Slave Mistress of the Festival, Slave Marketing Tel Arun. Tehát jól értem, a Tel Aruni rabszolga piaci fesztiválon valami, nem tudom kicsoda ő. És mondjam neki, hogy kell egy csinos Dönmer szolga, aki eljátsz az a telvani hölgy szerepét. Elmondja majd a Savil Imain, ez a barátja, hogy milyen ruhákat kell venni, hogyan kell felöltözni, és majd úgy nézzen ki, mint egy ilyen előkelő telvani. Aztán pedig hozzam el a szolgát a Zajnap táborba, és ajándékozom Ashkan Kausadnak, mint egy magas születésű, nemes származású telvani. És hát ő nem fogja tudni úgyse a különbséget. Ez már mindjárt jobb tervnek hangzik, az első az elég meredek volt, hogy ugye kicsit elbosszál magától a törzsfőnök, hogy ó, biztos mindenki felajánlaná bizonyára a lányát, és hogy majd válogathatok a legjobbak közül, ezért ez kicsit ugye enyhén optimista feltételezés volt. Tel Arun Market pedig azt mondja, észak-nyugatra lesz a falutól. Jó. Tel Arun. Aha, Trevor has come to the southeast until he reached the water. És egy szigeten lesz. Szerintem már voltam ott, csak mindjárt ránézik a térképre southeast. Itt ugye, Tel Arun, aha, pontosan. És akkor azt mondta, hogy itt észak nyugatra, lehet, hogy ott van a rabszolgapiac. Az menő, mert hogy ott meg soha nem voltam szerintem. Jó. Ja, Istenem, ez a kapzsi törzsfőnök, hát nem igaz. Na mindegy. Na én ezt nem vártam, az biztos erre. Ezzel most meglepődtem, hogy ilyet kért a fickó. Majd reméltem, hogy csak egy ilyet kell a kezébe nyomni. Kicsit elbíztam magam. Nem kicsit nagyon. Na. Gyerünk már. Jó van, töltsél egyet. Nem azért vágtalan meg gonosz vagyok és mindenkit kinyírok, hanem nehogy úgy járják, hogy ugye 5 méterrel később utána ugrik, aztán itt húzom a fél mapon keresztül és a harci zenét hallgatom. Mint ugye ez már megtörtént párszor. Szóltrapán vagyok, oké. Még ezzel is tudtam elapni a lelkét, akkor nem tudom minek csináltam, most se fog beleférni egyik lélekkőbe sem, mindegy. Ott hagytam az labdát, tegyük el. Aha, arra kell mennem, nagyjából. Kis csódikám. Azt mondja, nem egy számolású telvánni feleség. Hát persze. Biztos, hogy random törzsfőnökhöz hozzáadják a lányokat. Ez nagyon nagy mágusok, hát ezt így szokott lenni. Van valami tábor, ott meg valami komplexum, és egyiket sem láttam még. Komplexumok már csak azért is érdekelnek, mert ugye ott azokban van teleportkapu, és nekem egyhez van már kulcsom. Ez tök jön neki találni, mire jó. Na, beszélgettek? Ja, az Hello. Blokkolás? Nem. Atlétika? Nem. Longbait-ben már lassan én taníthatnám őket. Sajnos. Nem igazán jó. Marad a komplexum felfedezése. Láttam, hogy erre volt. Ó, összekevertem, nem azt hittem máshogy néz ki, de ez sem rossz. Ja, az volt, azok nem kevertem össze, de még egyet találtam. Hú, de jó. Csak nem kiraboltak banditák itt a közel például. Látta egy bicsit a közelben? Megetett ilyen X kutyákkal, igen.
Ezt a nőt szállította Iveri Lotvi. Aztán ellene fordult, rávarázsolt valamit, és ellépett a páncélba, pénzével és a fejszével. Widowmakerrel, az özvegy gyártóval, ugye, milyen kedves név. Állj, nálkozott, bla, bla, igen, segítsek. Na jó, visszahozom az axodat. Észak-nyugat fele ment, ha minden igaz. És nem tudom, akik jöttem a táborból, azok voltak meg, nem őszintén. Észak-nyugat. Nézzük vissza a táborba. Most itt össze-vissza jöttem már. Na. Ott a tábor. Azt hiszem, látok-e mást is hirtelen itt a térképen, de... Hát kezdjük a táborral, aztán meglátjuk. Nem figyeltem a neveiket. Akár itt is lehetett az, akit keres. Nem úgy néz ki. Mindegy. Nem. Jöjjön velem, oké. Okay. Azt mondta, hogy észak-nyugat, tehát mondjuk arra igen, például. Jöjjön, hogy a fiszkó lehet, hogy rátámadt a nőre, ugye, vagy hát akart tőle valamit, aztán nem tetszett a nőnek, de meg ugye nem állt össze a sztori. Hát ez kb. Bárhol lehet. Bics. Hogy én voltam azért. Nem figyeltem. Hát, nem tudom, hogy ez a Shade Dungeonbe menekült végül is. Azt a fiszkót kinyíratom, az a baj, ugye? Jó, charge-on meg, azért ütögetni kell egy kicsit. Most mit csinálsz? Nem hinném, hogy itt van a Witch, de azért benézek. Jézusom. Na. És már nem csapjam véletlenül a fickót. Még nem haragszik. Jó csak, de most nem érdekel. Hát, nem úgy tűnik, hogy itt van. Beszéljük vele még egyszer, ha már nem mondta. Widowmaker. Tudod, mit csinál by? Azt mondta, hogy merre van, hát... Ó, Istenem, mindegy. Mondta, hogy nem mehetett messze, de hát azért nem ártam tudni, hogy ez itt pontosan mit jelent, ugye? És azt mondom, hoppá! Ez itt milyen tábor? Még oké. Okay. Kombat? Hát akkor sorry. Ó, basszus, de hülye vagyok, jajjaj.
Oké. Okay. Én nem akar kinyírni, az még jó jel. Még így folytatjuk, akkor nem éri meg, amíg odaérünk a boszorkányhoz, akit keresünk. Hát éjszak nyugat. Ugye volt, hogy összeszamászkáltunk, mire egyáltalán ránéztem a térképre, tehát hogy hozzá képest, ahol volt. Az képest az északnyugat nem itt össze-vissza. Hát mindegy. Az ott talán? És akkor mi az a bogárizó? Ott rá ennyi a harc. De hát fia vagyok, hát én ezzel a bosszokkal nem beszéltem oda fel. Ennyire ürös az agyam. Nem ez volt az. Jut közül valami lehet elszálltam, hogy beszéltem is vele, és nem lehetett semmit mondani. És furcsa lehet, hogy nincsen közt se semmi. Ez volt az a. Van egy kérdésem, igen. Vissza kéne adnod egy fejszét a fickónak. Hoppá. Na. Így van, bizony. Videomaker is itt van. Fú, az Axe képességet erősíti meg 25-től 100-ig 10 másodpercre. És visszatölti a kitartást. Nem rossz, nem rossz. Ez adni jó lesz. Több meg kell, semmit nem ér, ezt meg visszaadjuk a fickónak. Igen, a visszaadnál örüléknek is a többi. És... talán meg tudod tanítani egy-két ilyen Axe forgatós cuccra. Mondja, végre megkapítottuk ugye a Witch-től ezt az Axe-ot. És akkor adnál vissza Léci. Van két kedves válasz, az első, ugye itt van a fejszét Botrír, viseld bölcsen, vagy használd bölcsen. Másik pedig, hogy ez az igazi Axe egy valódi harcoshoz való, például hozzám, ugye az én lennék, tehát nem te. Nem összek szemét, visszaadom neki. Valóban az Axe kilemen növelt egyet, visszaadta neki a fejszét, és hát kb. Ennyi. Megint végre be tudom zúzni egy-két koponyát, jaj, de jó, azt mondja. Na, most pedig azt kéne... Jól keveredtem a fickónak, hála. Ott találtam egy-két cuccot, azt meg kell néznem. Jól van, törzs az ónádat, gyerünk be. Honnan fog tudni felmenni? Na, ez az sikerült. Jaj, nem már. Na. Arra felelőleg az úton vissza tudok találni. Itt van a dungeon, így van. Lassan csak megtalálom a helyet. Igen, igen, ez az. Oké. Okay. Ezt a kettőt megnézve, ezek érdekesen néznek ki. De az is igazából igen. Meg ott nem voltam. Ami nehéz lesz odaérni a törzshöz, így van. Biztos, illetve nem a törzshöz, most már ugye módosult a cél. Jobb mondva update-elődött, hiszen ugye bementem a törzshöz, meg tudtam mit kell csinálni. Ez letudva. Van-e itt valami érdekesség? Ne. Ne. Ó, de jó. Na, hadd menjek már. Belesek gyorsan. Vannak itt még bizony őrök. Na, azt mondja, ez semmi extra. Kulcs, hogy hát, hogy itt valamit. Érdekes. Hoppácska. Na, csak ki van itt.
patkányok között. Lássuk barátságos-e. Aglaril, mit akarsz? House találni? Ahhoz nem akarnék most csatlakozni, köszönöm. Milyen sztár? Mere várjunk. Nem sok figyelmet hiszem tényleg nem találni ház nekik. Hát az jó lesz, mert őket is meg kell majd győzni, úgyhogy... Te kérdezed, hogy mi van? Hát itt vagy a dungeonben patkányok között. Fura vagy, kedves hölgy. Azt kell mondjam. És csontvázak között is már elnézést. Nyire valamint a kitartásom? Össze kéne töltenem már. Visszaraktam magam és sírtam, hogy egy kicsit regenerálódjon. Hello, őr. Hello. Na, csak felébredt. Végül is nem lehet hibáztatni, hiszen szemem már nincsen. Most mivel látna meg, szerencsétlen. Az is igaz. Na. Ennyi? Hát ez nem túl izgalmas itt. Lekerestem a csapdában, nincs más. Nem látom. Nem nagyon. Miért voltunk? Igen. És akkor... Hát lenne a másik fele is mondjuk, igen. Aha. Majd nem úgy csináltam, mint aki nem tud levitálni. Félelten, hát Isten, ne bénázzak már, könyörgöm. Jobb, hogy én varázsolok, már amikor sikerül, igen. Mert ezt akartam mondani az előbb. Ilyenkor nem cserélgettem össze vissza a gyűrűket, és nem kell visszarakosgatnom ugye meg az amuletteket, amit éppen magamban akartam menni. Tényleg az amulett, ez most melyik van rajta? Erről itt eszembe. A világító, semmi pont nem ér semmit, nagyon szuper. Inkább ez a resist, paralyzist, nem tudom, hogy kell szépen mondani. Ha már lehet választani. Már az amulett, de gondolom az. Ez egy gyűrű volt. A mosák mesztónia. Summon, rányítás. Recall, hát ez csak ilyen jó dolog, de... Dobjuk ezt fel. Így van. Jó, ez igen. Na, nem mindjárt jobb. Hanus Tower. Wow! Bocsi, megzavartam valamit. Hát, ha meg is zavartam, ez a fiszkó, ez nem igazán tanúsított túl sok ellenállást, vagy nem tudott inkább, hoppá, fogalmazunk úgy. Na. Védrotnak annyi, és Skeleton Championnek annyi. Hanem még itt valami érdekes. Hát, attól tartok nem sok minden. Sajnos, úgyhogy... Mert ezt a termet még körbejárom. Jó. Meg felfelé visz az út. Gondoltam, hogy ez egy nagyobb dungeon, ugye itt a külső falán is látszott, hogy ez azért nagyobb kupolás, meg mit tudom én. Fura, mert ugye ezek az épületek felbukkantak több helyen, ugye úgy, hogy be voltak rendezve, és az emberek is laktak ott például, amikor ugye a Ghost Gate-hez mentünk. Mi volt az? Trenadress, az ő tornya. Extravagáns az a firamulett. Azt köszönjük szépen, elfogadom. Már így kínálgatta. Igen, ó. 100 aranyad rá, és azt hittem, hogy 5000 kb. Na mindegy, majd újra számolom.
Nem igazán. Lehet, hogy lepihenek. Ezt nem tudom igazánni. Tényleg annyi ilyen könyv van, hogy nem tudom, hogy nekem egyik részét olvastam, nem olvastam. Nagyon jó. Köszönjük egy pihenést, ha már itt vagyok. És akkor jöhet a kimaradt részek. Ugye volt egy lejáró. Pont itt nem messze. És másik, az már visszavisz a másik helyre, így van. Bar. Oh, hello. Oh, szóval. Nem értem, miért akarom mindenki megölni. Beszélgethetnék is, de hát... Ilyen Robles volt. Zsolt, mutat valami közt, de mindig most már nem cipelgetek ilyeneket csak úgy. Ez meg az élet. Igen. Na. Jó, ez a rész akkor már most már ennyi. Na. És akkor itt még volt egy lejáró talán. Ja, hogy magára leesni a csapdába. Tehát lehet, hogy jártam. Aha, ez volt az, ahol jártam, igen. Így van, nem már feljöttem. Na, ez nem volt rossz kis dungeon. Ez még minden tudom, mit csinál, de... Oké. Okay. Erre volt, aki járat. Remélem. Látszik, igen. Na. Ez akkor letúlva. Hát igen, azért látszik, kivőrülés, ez valami kicsit nagyobb épület. Na itt volt ez a kis komplexum, ezt kell megnézni, ott volt egy régi Bamer Dungeon. Na, ide érdekes az a köd. Most mi van rajta, hogy csak a rásüt a gombákra, meg az ajtóra a napfény. Úgy mindenhol tel van egy tornyok, dungeonok, stb. Nem szabad körülnézni az ember ragaszkodni egy questlinehoz. Hát, jaj, ott az tényleg egy gyártyák van, hogy itt nem gombák, ha? Most az... Most kérdezte akkor, hogy ő? És mit csinál? Jó, hát úgy gondolom, az ezzel nem harcolt, bár... Warshipper, aha. Meditáció, Restore Health. Vagyunk be. Valamilyen hívő, vagy valami szektás emberke. És itt van is egy levél, vagy jegyzet, telvonnak. Telvon! Maradj kint! Valamiféle varázslat van ezen a helyen. Csak azért tudtam kijutni, mert varázsoltam egy Markspellt, mielőtt bementem. Találkozunk Vosban. És hát valahol máshol kell meg talán szerencsét próbálnunk. Ez sokat mondó tudsz, úgyhogy nyomok is egy Markot. Illetve még én is bent ragadnék. Sőt, van egy Mark Potion, amit ha most nem nyomnék el, akkor cipelgetném az örökké valóságig, úgyhogy azt gyorsan nyomni kell. Jó, lesz itt megtalálni. Ó, oh, szuper. Nagyon jó. És akkor aztán nyomnék egy Monster szintet. Na hát akkor lássuk, mi van bent. Kíváncsian várom. Indoranion. Micsoda. Hoppá. Aha, aha. Szerintem ez bevisz ugye abba a komplexumban, ami a másik ajtón lett volna igazából. Aha, ez egy májkus kör volt. De jó cucc. Na, már megérti ide jönni. Ez nem egy hétköznap kis dungeon.
Ez még itt tetszik. Azt hiszem, hogy itt a határ még talán úszni? Hát nem. Érzésem szerint itt nincs semmi a vízben. És gyakorlatilag is úgy tűnik, hogy nincs, úgyhogy ki is úszom. Ez bizony érdekes egy kis dungeon. Szerintem egyébként nem mentem volna a főbejáraton. Ugyanúgy ide jutottam volna, az a tippem. Vagy lehet, hogy ez le volt zárva valami erős lapattal, és akkor ez a trükkösebb út. Nem tudom, de mindegy. Aha, ott már izgatottak az ellenfelek. Hú, azt tudom, hol visz itt az út kb. Érdekes. De úgy látom, oda visz, oké. Okay. És hát legalábbis oda is vagy. Oh. Nézzük el oda. Na, és akkor oda tudok menni, és akkor ez itt hol visz? Ja, oda végül is? Végül is, ja. Levitáljunk, mert az úgy egyszerűbb. Simán le tudnék itt esni. Na, nem harcolsz, biztos, pedig itt vagyok. Nem ér egy százast, akkor nem kell. Kegyetlenek leszünk. És szerintem ott nem hagytam ki szintet, de... Nézzünk rá a térképre. Na, hát úgy tűnik, hogy... Ez itt ennyi ez a terem. Na, hello bello. Akarok még lemenni egy szintet, mert nem tudom, hogy fel tudok jönni, vagy most... Hú, de bonyolult ez a komplexum, össze-vissza vannak az utak. És mindenhol levitálni kéne, meg felugrálni. Na. Itt is van valaki, Jézusom, mi van itt? Na. Na. Most várjátok le, jó? Kedves Gollum barátunk is. Na. Szóval... levitáció, azt tudni kellene fog így van. Hát. Most annyi baj olyan, hogy, tudnék rá aludni egyet idézőjelben, hogy legyen ma nem, de mivel itt tele van szörnyekkel, nem fog tudni pihenni. Úgyhogy ez igazából jól jön. Ez innen szalad fel. Ja nem, hülye vagyok, az még ott van, oké. Hello bello, és ő beszél. De érdekes. Fura, de oké. Okay. Ugyan beszélget, szerintem itt nincsen semmi, de benézek azért a vízbe. Igaz, közben rám izgult az ellenség. Ó, már fut is le a világítós köpenyében. Na gyere, úsz utána, gyere. Na gyere, na úszol. Kíváncsi lesz, hogy beúszik-e, mit csinál. Simán beúszik utána, de jól van. És itt tudsz varázsolni? Nem azért. Tud. A kis szemétje. Kis vízi csata. És most nem halakkal végre. Most a halak haladnának közben, vagy? Úgy csinált valamit, akkor lehet. Resist Poison, Scroll Absorption, ez még nem egy rossz köpeny. Nem nagy gyűrű az elég gagyi. Hát, minden mondjuk a... Valljuk be, a köpeny se egy legendás valami, úgyhogy... Igazából ez csak így... Eladni jó lesz. Egynek elmegy. Na, és ez pedig... Ez meg kijárat? Akkor én nem akarok kimenni, úgyhogy nem menjünk el erre. Mert fejjel nem lehet menni. Volt itt még, nézzük csak meg. Wow! Gorónak állítottak egy szobrot. Na jó, az nem az, persze. Na. Ja, hogy ott is van. Azt hittem ez volt az, aki utána szart az előtt, de akkor tévedtem. Na, nem tudom miért akartok állandóan kinyírni, de...
meditáció jöhet. Hát már meg... Jaj! Itt még mindig vannak, oké. Remélem több híve nincsen, nem tudom kinek. Kárkinek. Ez csak felvisz, aztán ennyi, kész, vége. Ó! Oh. Csoda kellemes meglepetés. Na. És ennek a lelkét meg el tudtam lopni, szuper. Eddig néz. Aha. Ez ugyan nem rossz, de... Vagyunk a kis kardunknál. Nem meg fogod dumálni ezzel a szoborral. Nem igazán. Jó, hát... igen, az volt ott a kijárat. Ugye a rablónak nem sikerült kijutni, de volt kijárat. Az a gond, hogy az ember leesik valóban, lehet, hogy nem minden onnan lehet visszamászni. Már most azért úgy láttam, hogy legtöbb helyről igen. Igen, na jó, ez a terem egy kicsit problémásabb talán, de... Most gondolom, hogy miért erre jövök, nem is erre kéne jönni, mindegy. Másik irányba kellett elvileg, kijárathoz. Na, úgyhogy menjünk is erre. Nem volt ez a rossz kis dungeon, de... Többet vártam. Meg akkor most a másik ajtó, ez lesz a másik ajtó, miatt fogok kijönni. Ahol bementem volna eredetileg is, ugye? Nem, ugye, hogy jöttem ki. Ha. Mókás, igen, akkor ez az ajtó viszont, ez a teleporterem, ugye? Igen. Igen, és... Ha ez nincsen. Rotaran, hoppá, ez on volt! Szuper! És most hova a francba teleportáltam vajon? De vissza már nem tudok menni, így van, mert ide már... A visszairányban ugye már nincsen meg a kulcsom. Nagyon jó. Tehát a Rotaranba el tudok teleportálni. Hát szuper. Ami... Jézusom, itt van fel a világ végén. Jó, hogy letettem én Markot, szerintem nyomok is érik volt mindjárt. Rotaran Arena. Jártam én már itt szerintem, nagyjanul. Igen, itt először is igen. Jó, azt nem húzom itt. Egyik volt megyünk, aztán hadd szóljon. Úgy jól tettem oda egy Markot, bár nem ezért tettem, de mégiscsak jó volt, hogy volt. Na igen, és akkor... el is felejtem inkább azt a Dreamer-omot, amit láttam, nem láttam én semmit. Tel, Arunga akarok menni. Ez kb. Már az is ott. Jó. Gyógyuljunk fel a pusztában, mert miért ne? Oké, hogy egy gyilkos patkány megakadályoz minket benne. Na. Hát akkor nyomás. Hú, ott mik repkednek? Nem akarok arra menni, köszi. Ki ez a vizenjárás, futás valami? Water walking. Itt legalább. Jó, hogy megcsináltam ezt a mágiát, tényleg hasznos. Sokkal gyorsabb ugye vizen haladni. Kicsit könnyít is, kicsit vizenjárás is, úgyhogy pont jó. Jó felemelj, oké, csak ellenőriztem. Mondjuk azt mondta, hogy észak-nyugatra van tőle. Emlékszem, az a rabszolga
Piac. Ó, emlékszem, aha, emlékszem, hogy tényleg volt ilyesmi. Húha. Aha, itt, igen. És ő a barátja olyan. Ismerős név, igen. Háztartási szolgák, így van, érdekelnének. Tudod, mit inkább megemlíteném a questemet. Davina? Ja, még nem veszek senkit, várjál. Something special, ha? Igen, something special, egy szolga kell, aki highborn Tywin Lady-nek fog tűnni. Sweet Alma. Hát igen, a kedves kis törzs vezető meg a tervei. Van egy szolgám, aki neked kellett, faluról Ervo, egy csinos dünmer lány, de egy exquisite felsőt, egy exquisite szoknyát, vagy nem tudom mit, nadrágot, vagy cipőt kell neki szereznem és felöltöztetni. Szerezzen be ezeket az exquisite ruhákat, és akkor beszélhetünk. Aha. Telmorában meg tudod őket szerezni, most hol is vagyunk? Telárumban, Szadritmora. Tehát a franc se akar ezekért mászkálni, már elnézést. Tavern Underground. Csak van itt valami bolt, valami ruhásbolt, nem igaz, nem hiszem, nincs. Trader, tök mindegy, legyen már valami. Nem akarok ezzel kinyírni egy nemest. Ugye az, vagy az exquisite azért az már tényleg nem egy olyan random felutalom. Hát azt vennem kell. Lehet, hogy nem innen. Sőt, elég valószínű. Na, már el kell mennem a világ végére, nem hiszem el. Mindenféle piákról lehetett volna vele beszélgetni, érdekes. Ez itt a kovács, hát nem hiszem, hogy itt találom meg a cuccot, de teszek egy próbát. Igen, hát persze, hogy nem. Aranya 900 van, ami nem sok, ugyanakkor kevés. Hát azt hiszem, hogy tudnék neki eladni valami olcsóbb áron, de hát legyen ez, vigyed. Jó, tarokája, az mehet. Hát, nagyon egy pont rúgásnál legyen. Nem voltam az előbb? Nem. Hát, Totem Blaster, ez Ivo, vagy most ez mi? Néz ki, igen. Itt se hiszem, hogy... Első szint Lord Gotrendnek van fenntartva. Ő a toronyban. Jó, örülök neked. Van, és fel tudnék repülni? Hát talán igen, talán nem. Tréning. Mire tudsz trénálni? Vesztősor nem. Többire venni is akarjál. És volt egy jó gyakorlás. Megnézem, mennyi még a videó. Elvileg még igen. Remélem gyakorlatilag is. Meg is szint az akadásról. Hát most ott tartunk, hogy exquisite ruhákat kell találni, és nem tudom igazából, hogy merre nézzek el. Úgyhogy... Hát ez így bizony érdekes lesz. Enchanter, hát ezt se hiszem, de mindegy. Exquisite. Felső, szoknya, cipő, minden igaz. De jól akadozunk, de jó. Ez nem exquisite, mi? Extra vagáns. Hát, marha jó. Viszont ilyen akadozással nem biztos, hogy jó ötlet ezt nem erőltetni. Úgyhogy én azt mondom, hogy mentsünk egyet.
Ennek a sikerülne is, ugye? Ha-ho, nyomtam egy eszket. Érdekes, mert venni vesz, csak beledoglik szegény. Na. Hát ne ragál a kicsike. Na mindegy, én megoldom ezt feltelen kívül. Ként a lényeg az, hogy exquisite ruhákat kell keresnünk a rabszónak, amivel majd el tudjuk őt adni, mint egy telemani nemes sisi származású nő. És se lehet, és elvileg megnyerik az ő bizalmát is. Úgyhogy, hát én nem tudjuk legközelebb, akkor addig is sziasztok.